Öni a szó, Novák előtt képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, bizony korrupciós rekord, hogy Mészáros Lőrinc a 4-es metrónál is drágábban építhet 7 kilométernyi vasutat, amit októberben katonai célú beruházásnak minősített a kormány, hogy a környezetvédelmi szabályokat megkerülhesse. Egy hónappal később ezt hiába kifogásoltam a honvédelmi miniszter bizottsági meghallgatásán, ő persze abszolút nem volt képben, pusztán annyit válaszolt, vasútépítésről nem tudok beszélni, ez nem az én tárcámhoz tartozik. De hát épp, hogy a kormány minősítette katonai célú beruházásra, akkor miért nem tud róla a honvédelmi miniszter? Legalább a látszatra adjanak. A dél-budapesti vágányok konkrétan a teherforgalom bővítését nem csak a brutális túlárazás miatt nem támogatja a Mi Hazánk mozgalom, hanem mert a fővároson áthaladó teherforgalmat növelő beruházás helyett a 2011 óta ígért V0-ás körgyűrű megépítését szorgalmazzuk. Elsősorban multinacionális teherforgalmi érdekeket szolgál, a főként a hamzsabégi sétány kárára történő vágánybővítés a tervezett Budapest-Belgrád vasútvonal folytatásaként. A déli körvasút pedig egy félrevezető név, hiszen nem a Budapestet elkerülő teherkörgyűrűt jelenti, hanem a tranzit teherforgalmat a fővároson át. A meglévő vágányok modernizációja és a zajcsökkentés helyes, de a forgalom további növekedése nem kívánatos nemzetbiztonsági szempontból sem, ugyanis itt halad át már így is a Dunát keresztező vasúti forgalom 90-95%-a. A helyettesítés kiépítésének elmulasztása a közlekedés és a szállítás veszélyeztetésének minősül. Nem szabad a stratégiailag fontos központokat erősíteni, inkább másik lehetőségeket kellene létrehozni, amit már évek óta szorgalmazunk, méghozzá olyan helyen, ahol nem kell például Budapest legnépesebb kerületén átvezetni, sőt, a körgyűrű megépítésével kivezethető volna a tranzit teherforgalom a fővárosból. Mikor fog tehát megépülni a 2011 óta ígért V0 teherkörgyűrű? Belátják-e, hogy a korrupciós rekordnak minősülő katonai beruházásuk nemzetbiztonsági szempontból is káros? Köszönöm érdemi válaszát. Köszönöm szépen, Novák előtt képviselő úr. Kérdésre, tehát a miniszter felkérésére Nagy Bálint államtitkár úr fog válaszolni. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt háztisztelt képviselő úr. Engedje meg, hogy azzal kezdjem, hogy a déli körvasút az mint honvédelmi, mi pedig gazdasági szempontból stratégiai kérdés Magyarország számára. És nagyon fontos eloszlatni azt a tényt, amit sokan félreértenek. Nincs olyan kérdés, hogy vagy déli körvasút, vagy V0, a kettőt együtt kell értelmezni, hiszen Magyarország érdeke az, hogy mind a déli körvasút, mind pedig a V0 megépüljön. A V0-al kapcsolatban a megvalósíthatósági tanulmány már elkészült. Ott a környezetvédelmi engedély előkészítése, illetve maga az engedély megszerzése a következő lépés. Nagyon fontosnak tartom azt megemlíteni, hogy amikor fölteszik ezt a kérdést, hogy vagy az egyik, vagy a másik, akkor azért arról is kellene beszélni, hogyha nem beszélünk a déli körvasút fejlesztéséről, a figyelembe véve az egyre növekvő agglomerációs igényeket, mind a személyszállítás, mind pedig az áruszállítás tekintetében, akkor veszélyeztetjük Budapest ellátását. Úgyhogy kérem, hogy a déli körvasút kontra V0 vita az ne bontakozzon ki, hiszen a kettőt együtt kell Magyarországnak megépíteni. Ez az érdeke az országnak. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr!